Az NB1-es labdarúgó bajnokság 23. fordulójában a listavezető Videoton otthonába látogatott a kiesés ellen harcoló Haladás. A jóval esélyesebb hazaiak a 23. percben Nikolic találatával szerezték meg a vezetést. A vasiak a félidő hajrájában emberhátrányba is kerültek, ugyanis a játékvezető Martinezt azonnali piros lappal állította ki a Gyurcsóval szemben elkövetett szabálytalanságáért. A szombathelyiek számára a folytatás rémálomszerűen alakult, ugyanis a Videoton zsinórba rúgdosta a gólokat. Fecesin és Trebotic kétszer-kétszer, míg Oliveira egyszer vette be a Haladás kapuját. Ráadásul a hajrában Nikolic hatalmas lövése fehér fejéről vágódott védhetetlenül Branescu kapujába. Végül a zöldfehérek 7-0-ra kaptak ki Székesfehérváron, ami élvonalbeli pályafutásuk egyik legsúlyosabb vereségét jelenti. A nagy zakó ellenére Szentes Lázár együttese továbbra is a tabella 13. helyén áll. A vasiak legközelebb április 18-án szombaton lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor a második helyezett Ferencváros látogat a Rohonczi útra.